Hát most hétvégén is utaztam vonattal, és hát mit is mondjak, felszállt egy csapat foci huligán. Folytassam? Na most azt kell mondjam, a MÁV-val nincs semmi gond, tehát a szolgáltatással az rendben is van. Tiszta a vonatok, kényelmes, gyors utazás. Ezúttal nem a MÁV-ot lehet itt ostorozni, hanem a utastársakat. Hát szörnyűek voltak ezek a foci huligánok. Felszálltak, körbeültek engem. Hú, de borzalmas volt. Ilyen nagy vastag combú dagadt, ilyen hülye gyerekek, ilyen 25-30 körüli hülye gyerekek. Folyamatosan piáltak, de úgy, hogy azt a kis szemetest, egy 10 perc alatt teledobálták ilyen sörös dobozokkal. És hát az a sutyó, proli, úcska szövegek, amiket ott nyomtak, hát ez valami borzalmas volt. Hát tisztán látszott az, hogy tehát ez a csorda szellem, az így megszállta őket, hogy egyenként lehet, hogy normálisak, de hogy így összeverődnek, és fradisták voltak, mert most kell ezt külön mondanom, szerintem nem. És hát tudod, így drukkoltam, hogy jaj, remélem leszállnak majd a következő név, vagy csak egyet mennek, mert pont ugyanoda mentek, ahova én. De én már nem bírtam őket, fölálltam és arrébb mentem, ott inkább álltam, mert nem lehetett elviselni őket, úgyhogy hát gondoltam, hogy ez lesz, az egy jó. Tehát az egy pozitív csalódás volt, hogy a szolgáltatás minősége, az rendben van. Mondom, a kultúrált közlekedés, vonatok teljesen rendben vannak, de ahogy sejtettem, hát igen, az utastársak azok megkeserítik az ember életét, és ugyanez a tapasztalatom a villamosozással is, BKV, vagy BKK, vagy a faszom tudja, hogy hívják. Hogy amúgy jó lenne, tehát kultúrált, gyors, rendben lévő szolgáltatás lenne, de ott is az utastársak azok, amik kiborítóak, kéregetők, csövesek, ilyen hangosan zenét hallgató cigányok, nagyhangú ilyen kis hülye gyerekek, ilyen tizenéves kis iskolás bunkóparasztok. Meg hát a tömegnyomor, ami azért, hát nem mindig, de azért most az utóbbi időkben, tehát például múlt héten, amikor villamosoztam, hát az nagyon kellemetlen volt. Tényleg az a rettenetes tömeg. De hát visszatérve a vonatozásra, hát én tényleg kikészültem. Olyan volt, hogy indultunk, 10 perc múlva indult a vonat, alig voltak, mondom, fú, de jó. Meg ilyen kényelmesen, nyugisan remehetek. És felszállt egyszer, hirtelen egyszer, csak ilyen 12 ilyen szurkoló. De mondom, ott imádkoztam, hogy jaj, menjetek tovább. De bazd meg, nem, pont oda ültek le, hova én voltam. 12-3 így mellém, körém, hát bazd meg. Látni kellett volna a fejemet, szerintem az egy videót megért volna az a fej. De hogy milyen primitív, sutyó, nagyhangú, idegesítő szarháziak ezek a foci huligánok, hát tényleg. Az a sutyóság, ami jön belőlük, az a... Ki tud nagyobbat mondani, ki tudja hangosabban mondani. Hát borzalmas volt tényleg, ez nagyon elkeserített, és hát azóta most tegnap is, meg ma is motorral jöttem. Bár elég hideg van, még mindig ilyen 0 fok, meg mit tudom én, de hát na, én nem bírtam tovább idegekkel ezt a tömegközlekedést semmilyen módon.
Aztán iszom lelkesen ezeket a gyógyteákat. Iszom a diófa levéltea, csalántea, cickafarkfűtea, ezt a hármat szoktam mostanában inni. Ugye ennek gyulladás csökkentő és nyírokrendszer tisztító hatása van. Hát remélem. Hát azt tapasztalom, hogy gyakran járok ki pisilni, tehát az végül is azt tapasztalom, hogy gyorsítja az anyagcserét, illetve ugye ezáltal valószínűleg tisztítja a rendszert. És hát remélem ez más nem nagyon tudok tenni, nem nagyon lehet ezzel a nyírok problémával mi más csinálni. Hát még annyi, hogy ugrálni szoktam, mert állítólag az ugrálás az ugye minden egyes ugrálásnál így tisztul fel, fellazul a pangó nyirak folyadék, és hát könnyebben kiürül a szervezetből a méreganyagok, könnyebben kiürülnek ezáltal. Tehát remélem ez hatásos lesz, illetve hát masszírozni szoktam itt a nyirokrendszert, mert így be vannak azok is dagadva, tudod, hogy nyirok csomó duzzanatok, mennyire aljas dolog. El se tudom mondani igazán. Úgyhogy ezeket magnéziumot, C-vitamint szedek emellé, illetve gyümölcsöket, meg zöldségeket kezdtem el enni nyersen lehetőleg. Hát ez az, amit tudok tenni a nyirok rendszer érdekében.